Az Atya, a Fiú és Szentlélek nevében. Amen. Olvasom Isten igéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele első fejezetének 24. versében a következő képpen. Nem akarunk uralkodni a ti hiteteken, hanem munkatársai vagyunk örömötöknek, mivel szilárdan álltok a hitben. Eddig tart Isten igéje. Keresztény testvéreim, kedves tévénézők! Az öröm első és legfontosabb forrása a hit. De a szeretet is tulajdonképpen örömforrás. Nem azok az emberek boldogok, akik kényelmes életet élnek, hanem azok, akik másokért fáradoznak. Isten népe mindig örömmel énekelt az Isten által ajándékozott győzelmekről, az Úr által adott kegyelmi napok és nagy segítségének megtapasztalása is örömet szereznek, és vidámságra hangolnak. Még az Úrért elhordozott szenvedések is örömmel töltötték el Pál apostolnak a szívét. Az eljövendő dicsőség reménysége további nagy örömforrás, különösen a jelen nagy nyomorúságai között. Hívő kereszténynek lenni annyit jelent, mint örömben élni. A bűn uralma alatt nincs igazi öröm. A bűn romlására van az embernek, és szétrombolja élet örömét. Aki segít neked abban, hogy megszabadulj a bűntől, az a te örömöd munkatársa. Tekints nagy szeretet szolgálatnak azt, amikor valaki figyelmeztet a te hibáidra, és az egyébként gyógyíthatatlan bajra orvosságot kínál. Ne tekintsd ellenségednek azt, aki megmondja neked az igazságot, hanem lásd meg benne örömöd munkatársát. Ezeket azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek, olvassuk a János első levelében. Röviden előtte ezzel jelöli meg a levelének a célját, hogy örömötök teljes legyen. És ez a kettő testvéreim egybevág. Az öröm növekszik, fokozódik, minél inkább megszabadulunk a bűntől, és minél inkább növekszünk a hitben. Ha megváltó egészen teret nyer életünkben, vele együtt a teljes öröm is behatol abban. Az öreg János apostolnak az volt a boldogsága, hogy közösségünk lehet az Atyával és a Fiúval. Ezt a boldogságot kívánja a Szentírás olvasóinak is. Ezt tapasztaljuk meg, minél inkább eltávolodunk a világtól és saját énünktől. Miből erednek szomorú, borús óráink? Nem voltunk hűségesek és éberek az imádság. A gonosz erőt vet rajtunk. Miért vagyunk olyan halálosan letörtek minden veszteségnél? Még mindig fölöttébb ragaszkodunk dolgokhoz, még mindig vannak bálványaink, és ezért vigasztalanok vagyunk. Honnan ered a kedvetlenség, a lehangoltság, az érzékenység és keserűség, amikor emberek nagyon ránk telepszenek és megbántanak minket? Még mindig túlságosan a saját énünk körül forgunk. Ha mindenben Jézus lesz minden számunkra, akkor lesz miénk az a teljes maradandó öröm, ami Jézusban volt, mert az Atya minden volt számára. Most és mindörökké. Amen. Erős várom Istenünk.